Ezen a vásáron a galéria művészeiből fogunk egy válogatást bemutatni, a fiatal generáció alkotóitól is, mint Pap Gábor vagy Kármán Dániel, és idősebb mesterektől is, akik a galéria művész köréhez tartoznak. És ahogy eddig is lesz, Amerigo Tóth kerámű, egy egészen fantasztikus darab került elő a közelmúltban, amit kiállítunk, illetve az Art & Antiquen jellemzően az 50-es és 60-as évek dizájn tárgyaiból próbálunk egy interiőrt összeállítani, idén erre is lesz példa. A vásár nagyon jó időpontban van, tavasszal nincsenek konkurens események a magyar piacon, és a nemzetközi vásárok is inkább az év második felére fókuszálnak. Egyrészt ezért tartom nagyon fontosnak, másrészt pedig azért, mert egy nagyon jó keresztmetszetét mutatja nem csak a kortárs magyar műkereskedelemnek, hiszen itt vannak a legjobb kortárs galériák, de azok a klasszikus művészettel foglalkozó galériák is megjelennek itt, akik akár a háború utáni művészetből, vagy a háború előtti magyar képzőművészetből tudnak progresszív anyagokat kiállítani.